Jó estét kívánok! Ez a Művész Bejáró Békés megye kulturális magazinja. Idén is átadták a Gálfi Gyűrű díjat, amelyet a Trianon című rockopera narrátorának, a Teátrum örökös tagjának, Daridai Robertnek ítélt a szakértő zsűri. Ennek apropóján köszöntöm a stúdióban Daridai Robert színművészt. Jó estét kívánok! Köszönöm! Óriási energiát adhat az az embernek, ha azzal foglalkozik évtizedeken át, amit szeret és ami az élete. Mit gondol erről? Igen, ezt 65 éve gyakorlom, úgyhogy teljesen, és azt kell megjegyeznem, hogy teljes embert kíván. Nem lehet csak úgy, mint ahogy szokták mondani az ismerősök, és könnyűek, tök, fölmentek a színpadra, hülyéskedtek egy kicsit, aztán elmentézve. Mondtam neki, hogy akarod, hogy ne gyere többet színházba? Azt mondja, miért? Mondom, gyere be, nézzél meg egy próbát, amikor úgy keményen próbálunk. Elmegy a kedved a színháztól. Igen, és ugye ez lenne a következő kérdésem elsősorban, hogy mi ennek a szakmának, ennek a munkának a legdicsőbb része? Hát, hogy is mondjam, sok minden. Sok minden. Nagyon sok kitartást kell hozzá. Nagyon sok készülés kell hozzá, ami talán lentről nem is látszik, és tájékozódás, olvasottság, korismeret, amit az ember szerepet kap, mint például most a narrátorban, és ezek fontosak nagyon. Az előző mondatokban megemlítette, ugye, hogy azért vannak itt nehézségek is. Mik a színészi pálya nehézségei, kihívásai? Hát a színészi pályának a nehézségei, hát nagyon sok minden adva van. Attól függ, ha már az ember egyszer elkezd dolgozni egy bizonyos darabon, akkor a kollégák, a rendező fölkészültsége, és a színész felkészültsége, tehát amíg teljesen összehangolódik az egész előadás bemutatásra készen, addig nagyon sok gond van vele. Nagyon sok gond van vele, és nagyon-nagyon kell vigyázni a dolgokra. Szóval nem lehet felületesen. Manapság a közönség sok mindenhez hozzá van szokva, televízió útján, internet és egyéb képek sorsán, és nagyon megköveteli azt, hogy szóval, hogy el tudjuk hitetni a közönséggel, hogy azt mi komolyan csináljuk, és komolyan mondjuk, amit mondunk. És ezekből adódnak nehézségek. És ezeket a nehézségeket mi az, ami kárpótol? Mik kárpótolnak egy színész életében? Hát egy színész életében a közönség szeretete. Az, hogy a közönség, ahogy szoktuk mondani, hogy veszi a darabot. Szóval ez egy olyan játék, ez a színház, hogy amikor elkezdi az ember és csinálja, érezni kell a közönséget len a nézőtéren, hogy ahogy szoktuk mondani, veszi-e a darabot, veszi-e azt, amit csinálunk, vagy nem. És hát az nagyon-nagyon kellemetlen dolog, amikor az ember esetleg valami olyasmiből keveredik, és érzi, hogy valahol nem stimmel a dolog, nem veszi a közönség, akkor nagyon-nagyon nehéz felkapaszkodni megint oda, anélkül, hogy a közönség ebből bármit is észrevenne. De érezni a lentről jövő szuggesziót a közönség részéről, hogy érdekli-e az, amit csinálunk. Adott esetben, hogyha mondjuk ez a szuggesztió nem annyira erős, hogy lehet fenntartani, ébren tartani magát a figyelmét a közönségnek? Hát csak őszinteséggel. És igyekezni, hogy hatást tudjunk kifejteni a közönség érzékeire, az, hogy elfogadja azt, amit csinálunk, és jónak értékelje, mert különben akkor nem tudunk mit csinálni. Picit visszakanyarodnék a kezdetekhez, hogy milyen évek, emlékek kötik Békés Csabai Jókai Színházhoz?
Hát én véletlenül kerültem a színházhoz, egyszer ezt már nyilatkoztam. Kecser Bondi, az akkori igazgató, jött el, értem, Miskolcra felkérni, hogy jönnék-e vendégként játszani, és hogy elkérne a színháztól. Na most elkértek, a Szép volt fiúk című darabra jöttem át, aztán közben, sors iróniája, hogy közben, míg próbáltam a darabot, szegény Gálfi Laci megbetegedett, és én ugrottam be helyette a Szabadszél című operettbe. És amikor azt lejátszottam a Szép volt fiúkat, akkor Bandi föltette nekem a kérdést, hogy volna-e kedvem itt maradni Békés Csabán, és elmondott egy olyan szót, ezt mindig el kell, hogy mondjam, ami egy színésznek nagyon sokat ér. Nem volt, hogy ennyi fizetés, meg annyi fizetés, az emelés, meg minden. Azt mondta Bandi, hogy szükségem van rád. És én azt mondtam, hogy igen. Az eltöltött évek során volt kedvenc darabja, ami ugye a szívéhez nőtt? Jaj, nagyon sok. Hát megadott itt is már, vagyis korábban is, de itt is, hogy rendeztem is darabot. Például a Hárman a padon című darabot rendeztem, és annak az egyik főszerepét játszottam is, a Dénes Piroskával, Szép Laki Bandival, akik sajnos már nincsenek az élők sorában. És az Altona foglyait, szóval csomó mindent nagyon szívesen játszottam, és nagyon megszerettem. 39 éve vagyok Békés Csabán, úgyhogy jól itt ragadtam. Hogyan kapta meg a Trianon narrátor szerepét? Hogyan érkezett önhöz a felkérés? Azt hiszem, talán az előbb említettem már, hogy amikor a vasdiplomát átvettem, a zűrös idők voltak a főiskolán, és kértük, nem tudtam fölmenni érte, nem is nagyon lehetett, hogy küldjék le a színházzal. Megbeszéltem a Seregi Zolival, beszéltük meg, hogy küldjék le a színházhoz, és majd a színház átadja nekem a vasdiplomát. Na, ez megtörtént a Megszállott című rock opera bemutatója előtt, a függöny előtt. És ezt, mivel ha a Gabi rendezte a Megszállottakat, a rock operát, ott ült lenne a nézőtéren, és én egy pár szót mondtam megköszönve ezt a színháznak, meg a közönségnek a kitüntetést, és a Gabi fölállt, odafordult a Zolóhoz, és azt mondta, hogy a Robi bácsi kell nekem. Írok neki egy szerepet a rock operába. Gondolta arra esetleg, hogy nem vállalja el? Nem lehet tudni, hogy ő mit gondolt. Én minden esetre egyből vállaltam, és hát 39 évet eltölt az ember egy színháznál, felkérik, hogy vállaljam el, nem lehet nemet mondani. Ha színész az ember, akkor nem mond nemet, és nagyon örülök, végtelenül örülök neki, mert nagyon találkozott ez a szerep, amit írt a Gabi, az ő elképzelésével. Mit jelent önnek a Gálfi Gyűrű díj? Nagyon örülök neki, végtelenül. Elmondtam most, mikor átvettem a gyűrűt is ott a nyilvánosság előtt, hogy olyan embertől, olyan ember nevével fémjelzett gyűrűt veszek át, aminek nagyon-nagyon örülök, akivel együtt játszhattam, aki volt igazgatóm, és hát szóval nagyon örültem neki, hogy őszinte legyek. Teljesen meghatottam, teljesen váratlanul ért az egész. És csodálatos volt, felolvasták, csodálatos volt a Koltai Gabinak a ajánlása, aminek alapján én megkaptam ezt a gyűrűt. Úgyhogy ez nagy megtiszteltetés. Mikor és hol találkozhat önnel a közönség? Velem előadásonként, vagy amikor akarják, ha megkérnek. A következő előadás? A következő előadás
9-én, október 9, 11, 12 és 13-án két előadás, délután is és este is. Egész szerkesztőségünk nevében gratulálok a Gálffy Gyűrű díjhoz, és jó egészséget és boldog színpadi pillanatokat kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és remélem sikerül továbbra is. Beszélgetésünket a Jókai Színház két olyan színművészével folytatjuk, akik a nyitó évadon szintén díjazottként fogadhatták a közönség tapsát. Köszöntöm stúdiónkban Földesi Ágnes Villőt és Citor Attillát. Régi ismeretségünkre való tekintettel kérem engedjék meg, hogy a beszélgetés során tegeződjünk. Sziasztok, köszöntelek benneteket. Szia. Köszönjük a meghívást. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Először is szerkesztőségük nevében gratulálok az elismerésekhez. Szépen. A színművészek életében ugye a visszajelzés, a biztos visszajelzés az a közönség tapsa. Mégis időről időre ezt díjakkal honorálják, ha lehet így fogalmaznom. Mit jelent számodra, először téged kérdezlek, Ági, hogy megkaptad idén is ezt az elismerést? Számomra azt jelenti, amiről már korábban is beszélgettünk, hogy ebben az évadban kaptam bizonyos feladatokat, olyan feladatokat, amelyek rímelnek arra, amilyen potenciált látnak bennem esetleg az igazgatóm, vagy a rendező, akivel dolgozni fogok, és ezeket a feladatokat jól ugrottam meg. Tehát számomra ezt jelenti, azt, hogy beletettem mindent, amit tudtam, és hogy ezt értékelik, és ez jó érzés. Számomra elsősorban ezt jelenti a dolog. Téged, Attila, hogyan érintett? Engem mindig jó érzéssel tölt el, mert ugye ezt a színház dolgozói ítélik oda, tehát a színház minden dolgozója szavazhat ezekben a kategóriákban egy-egy adott színészre, és hát ez mindig egy olyan visszaigazolást, amit tényleg a nézőktől úgymond nem kapok meg. Nézőktől megkapom taps formájában évad közben, viszont ez mindig izgalommal tölti az embert, hogy na hát vajon a társulat többi tagjának, vagyis a színház összes többi dolgozójának milyen a megítélése róla, milyen a megítélése az én színészi munkámról. Úgyhogy ez mindig egy jó visszaigazolás. Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nehéz volt, már ami a pandémiás helyzetet illeti. Kérlek, hogy meséljétek el, hogy ez miben látszódott a színházi munkátokat illetően. Kezdem én. Ugye ez mindenkire, tehát kicsit másképp kellett fölfognunk a dolgokat, másképp kellett kondicionálni magunkat. Ugye az én esetemben azt hiszem 4 darabot próbáltam be úgy, amit nézők előtt nem tudtunk bemutatni. Tehát ez a, és 4 darab benne volt a fejembe, addig a startpisztolyig, amíg a nézők nem jöhettek. Úgyhogy ez egy érdekes mentális teher volt igazából, hogy ezt a 4 darabot életben tartsa magamba, és hát ugye egy színész úgy működik, hogy elkezdünk próbálni, próbálunk mondjuk egy hónapot, vagy 6 hetet, és aztán jön a premier, és ott van egy feloldozás, van egy katarzis élménye a színésznek is. És ez ebben az esetben elmaradt, tehát ez egy nagyon különleges helyzet volt ebből a szempontból is nekünk, de hát aztán ugye a vitézlélekkel tudtunk kezdeni, amit azt hiszem 4 nappal hamarabb tudtunk meg, hogy jöhetnek a nézők, vagy hogy feloldják a korlátozást, és hát nagyon izgultunk akkor. Mert tehát mi is elszokunk ettől, vagy elszoktunk ettől. Igen, számomra picit másképp zajlott, mint mondjuk Attilánál, mert én a legutóbbi tavalyi lezárást megelőző egy hétben betegedtem meg, és nekem ez egy elég hosszú lábadozási időszak volt, és februárban sajnos vissza is kellett adnom egy kisebb szerepet, és a vitézlélekkel együtt jöttem vissza, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én nem próbáltam be úgy, mint Attila, tehát nekem más szempontból volt egy picit nehezebb újra felvenni a fonalat a színházban. Színészek általában nem kedvelik ezt a kérdést, de azért megteszem, hogy az eljátszott darabok közül volt-e kedvencetek? Tavaly? Igen. Hát amit eddig bemutattunk, gondolom. Kezdjem? Hát kezdem megint. Ugye
Hát a Pillangók szabadok az abból a szempontból meghatározó volt számomra, hogy megint azzal az alkotógárdával dolgoztunk együtt ott az intim térbe, akikkel már összeszoktam, tehát a Tege Antallal, a Kiskatával, Ágival, és ugye kiegészültünk a Laszkó Viktorral és a Kovács Edittel, de hát ez mindig egy, számomra mindig öröm, szinte azt mondhatnám, hogy én jobban is szeretem, mint a nagy színpadot, a kamara előadásokat, mert azt hiszem az én ízlésemhez, meg az én úgymond színészetemhez közelebb áll az. Nyilván egy vakot játszottam, amit eddig soha nem játszottam, az is kihívás volt természetesen. Maga a világa nagyon tetszett, tehát én nagyon szerettem a 70-es évek Amerikáját, ezt a hippi korszakot, tehát az is belepasszolt a partnerekre, ugye nem kell beszélnem, ők tökéletesek voltak számomra, meg az alkotótársak is. Aztán még amit kiemelnék, az a Vitéz lélek egészen más aspektusból, az ugye ott pedig a lelkünket kellett valami olyan módon felszabadítani, ahogy nem szoktuk. Tehát ott egy olyan ősiséget kellett felmutatni a színpadon, és minden nap újra megélni azt a fajta mesebeli csodát, csodavárás, csodaérzést, ami ezért volt kihívás. Úgyhogy most én ezt a kettőt emelném ki. Nekem nehéz kiemelnem. Ugyanúgy nagyon szerettem a Pillangók szabadokat azok miatt is, amiket Attila elmondott, illetve mindig, amikor ilyen számomra nagy feladatot kapok, és azt megcsinálom, utána mindig kedvencemmé válik az, amitől első ránézésre nagyon félek. Ugye a Pillangók szabadokban rengeteg szövegem van. És attól nagyon megijedtem, illetve hozzám nem áll annyira közel az amerikai műfaj, mint mondjuk Attilához, és mindig örömmel tölt el, hogyha megtalálom azt a stílust, ami passzol. Talán nem probléma, hogy beszélek róla, nekünk nem jól mondtam, bepróbáltunk egy darabot a színházban, viszont az az Aradi Kamara Színházzal koprodukciós Mindent, amit csak adnak című kortárs román darab, amit a Tege Antal rendezett, és Veselényi Orsival és Komáromi Anettal és Kovács Edittel játszunk benne, és azt én nagyon szerettem, mert elképesztő fizikai és színészi munkát, elképesztő koncentrációt igényelt, és ilyen típusú munkafolyamatban talán még nem volt részem, úgyhogy nagyon remélem, hogy be fogjuk tudni mutatni a csabai közönségnek is, mert számomra az volt a nagy kedvenc, de nem tudnám azt mondani a Vitéz lélekről, hogy nem imádtam azt is, szóval nehéz a választás, épp a műfaji sokszínűség miatt nehéz választani. Említetted, hogy a darabban, a Pillangók szabadok, ha jól mondom, sok szöveged van. Neked színészileg melyik okoz nagyobb kihívást, hogyha több szöveged van, vagy kevesebb szöveged van? Melyikben tudod jobban megmozgatni a lelkedet és a lelkeket? Hát ez sok mindentől függ. Ez függ attól, hogy ez milyen darab, milyen stílusban kell játszani, mit engedhetek meg magamnak a játékban, gesztusokban. Tehát hál' Istennek viszonylag könnyen tanulok szöveget, bár attól függ, hogy mellette mennyi elfoglaltságom van, és akkor egy picit mindig rá stresszelek arra, hogy talán nem fogok elkészülni időben a szövegtanulással, de szerintem ezzel mindjárt így vagyunk. Talán a több szöveg az mindig megijeszt egy picit. Mert a kevesebb szövegnél, mivel hamar rögzül viszonylag maga az írott szöveg, van időm gondolkodni és kidolgozni, jobban kidolgozni talán ilyen rövid idő alatt, ami a próbaidőszakot jelenti nálunk, a karaktert. De ezt most csak így mondom, aztán lehet, hogy nem így van. Nekem, bocsánat, hogy visszatérve erre, nekem volt egyszer, többször is volt kisebb szerepet, de egy, amire nagyon emlékszem, az Alul semminél. Két jelenetem volt, azt hiszem 5 mondatom volt, na de ott tényleg jobban izgultam, mint a Vitéz léleknél, ahol ki se jöttem szinte a színpadról, mert ott abban az 5 percben kell neked egy valós figurát fölépítened, és tehát egy hiteles embert eljátszanod, tehát sokkal kisebb
időd van megmutatni magad, mint mondjuk egy drámai vagy egy sokszöveges szerepnél, ahol van egy másfél órája az embernek, akár hibázhat is benne. Igen. Egy kis szeretné, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Igen, nem tudsz korrigálni később. Igen. Említetted, hogy Attila, az elmúlt időszakban vakot is alakítottál. Igen. Picit tudnál erről mesélni, hogy hogyan készültél erre a szerepre? Hogyan találtad meg magát, a figurát, a karaktert? Én először nagyon féltem, amikor csak így hallomásból tudtam meg, hogy majd egy vakot kell játszanom, és akkor gondolkoztam, hogy hát ezt hogyan kezdj el az ember nyilván. Nyilván Tege Antal rendező ebben sokat segített, volt olyan ötlet például, hogy próbáljam meg úgy játszani, vagy próbáljunk meg úgy próbálni, hogy be van csukva a szem, de az nem volt jó, mert szétdültem például, tehát hogy kellett valami kontroll. Tehát a vakoknak is van egy bizonyos térérzékelésük, amit, hogyha én becsukom a szem, nekem ugye nincsen, mert én mégis látó ember vagyok. Igazából én azt nem szerettem volna, hogyha meg az alkotótársak se, tehát a rendező úr sem szerette volna, hogyha ez bármilyen szinten a fogyatékosságot eltúlozza, vagy kiemeli. Itt nem ez volt a lényeg, hogy ez a fiú fogyatékos, hanem az volt a lényeg, hogy egy fogyatékos ember is meg tud élni a saját lábán. Tehát, hogy ez egy természetes dolog. Tehát ezt nem szabad ilyen handicapnek venni. És ezért én bevallom őszintén, én az Al Pacinohoz nyúltam, azt hiszem, hogy lehet plagizálni ilyen nagy embereknél. Ugye ő játszott az Egy asszony illatában, tehát egy vak férfit játszott, és ugye én ezt a filmet amúgy is nagyon szerettem, meg láttam többször is. Ott, és tőle igazából azt vettem le, hogy lehet úgy játszani egy vakot, vakembert, hogy kifejező maradjon. Tehát kifejező maradjon a tekintete, hiába nem néz senkire, hiába nem néz sehova, hiába nem lát, gyakorlatilag mégis kifejező legyen. És azt hiszem, hogy ez sikerült. Így nyilván kellett hozzá a segítség, tehát a Tege Antal segítsége kellett hozzá, de szóval ez volt az út igazából. Picit kilépve a színházból, a közönséggel milyen formában tartjátok a kapcsolatot? Szólítanak-e le a boltban titeket? Gratulálnak-e a boltban nektek? Én annyira nem vettem ezt észre. Én azt érzem, hogy engem úgy nem is ismernek föl, pedig nem, tehát hogy ugyanúgy nézek ki, vagy ugyanúgy szoktam kinézni a színpadon. Jó, persze néha van olyan, tehát akik ilyen erős rajongók, ők meg is várnak minket az előadás után, de hát velük már közelebbi ismerettségben vagyunk. Néha volt ilyen, hogy így, ja nem, most múltkor, amikor mentem haza kocsival, akkor megállt egy másik autó mellett, itt a piros lámpánál, és akkor így integettek, a három hölgy ült az autóba, és akkor így integettek, meg így mutatták, hogy jó volt a kakukkfészek, és akkor hát ilyen volt, de amúgy én annyira nem veszem ezt észre. Én sem. Én egy alkalommal kaptam ezt meg nagyon meglepő helyeken, vérvétel közben például, hogy az üvegcipő után, amikor Irmát volt szerencsém játszani, de ez 2017-ben volt, azóta nem ismernek fel, de én gyakran változtatok hajszínt, stb. Igen, meg az is érdekes, hogy azt gondolná az emberekről, vagy a színészekről, azt gondolná az ember, hogy ők ilyen exhibicionisták, de közben amikor nem vagyunk színpadon, akkor mi inkább ilyen rejtőzködő életmódot folytatunk, tehát hogy így nem is annyira, tehát inkább kellemetlen, mert tehát civilként én is civil vagyok, tehát hogy így ott nincs játék. Színházban jön a varázs. Így van. Pár mondatban hogyan tudnátok megfogalmazni a színész, színművészi élet, színművészet pálya eszenciáját? Miért csinálja az ember, és mit akar vele elérni? Hát én egy kis idővel többet voltam a pályán, mint te, úgyhogy kezdem én. Mert ez mindig változott nálam például. Tehát 20 évesen is más volt, a 30-as évek elején is egészen más volt, és most már közel a 40-hez is egészen más. 20-as évem elején ilyen ösztönszinten viszonyultam a színházhoz. Nem, igazából nem is izgultam, amikor bemutatónk volt. Nem is nagyon voltam elmélyülve ebbe a dologba, hanem tényleg ilyen ösztönösen, ahogy jött. Aztán nekem 30 éves korom környékén volt egy ilyen fordulat, hogy picit bölcsebbé váltam,
és akkor jobban elkezdtem belemenni a figurákba, akkor viszont nem éreztem magam elég szuggesztívnek, nem éreztem magam elég erősnek még. Aztán most hogy most a jelenről is beszéljek, most azt érzem, hogy nyilván nagyon sok dolgon keresztül megy az ember, sok szerepen keresztül megy, és a magánéletében is sok mindenen keresztül megy. Ami mind rakódik be, és amit mind ki tud adni színészként. Ezért gyönyörű ez a pálya, mert igazából önmagadat is alakítod, és a szerepeid által önmagad is alakulsz. És most én azt érzem, hogy vannak olyan esték, amikor el tudom felejteni érdekes módon azt, hogy színész vagyok, hanem a karakter kezd el működni, és azt hiszem, hogy ez a mámor ebben a mi szakmánkban, hogyha ezt az ember meg tudja tapasztalni. Nem mondom, hogy minden este megtapasztalom ezt, de egyre több este tapasztaltam már meg ezt. Én is ugyanúgy régebben voltak ilyen gondolataim, hogy színházon keresztül az ember olyan teret képes alkotni a társaival, ahol a nézőkben jó esetben, vagy ideális esetben történik valami ami megváltoztatja esetleg az életét, vagy másnap másképp cselekszik, mint ahogy szokott. Most valahogy 30 éves korom környékén nem gondolom, hogy ezt csinálom, vagy ezért csinálom, és nemrég feltették nekem ezt a kérdést, és rájöttem, hogy azért csinálom, mert nekem van rá szükségem. Tehát nem csak a pandémia alatt, de ott is észrevettem magamon, viszont volt régebbi időszak, szabadúszó időszak, Budapesten éltem, és nem volt állandó munkám, játszási, vagy igen, játék lehetőségem, és akkor kénytelen voltam én is mást keresni. És azt éreztem, hogy én egyszerűen nem tudok más csinálni. Tudok, de nem esik jól egyrészt. Másrészt meg 19 óra 5 perckor tiszta ideg volt minden este, és nem tudtam sokáig, hogy miért. Azért, mert egyszerűen az ember megszokja, és neki van rá szüksége. És ha abban a szerencsés helyzetbe kerül, hogy ezt erre igény is van, tehát van munkahelye, játszhat, hát nézők nézhetik, vagy ha nem is nézik, de legalább csinálhatja, az viszont ajándék. Tehát én nagyon hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és hogy meg van becsülve. Visszatérve az első kérdésedre, körbeértünk. Számomra ezt jelenti, amikor ilyen visszajelzést kapok, mint amit kaptunk a hétvégén, hogy amit csinálok, az rendben van, és jó úton vagyok. Mostani évadban milyen darabok elé néztek? Mi vár rátok? Én igazából sok minden nem tudok a mostani darabról, hogy rám mi vár. Azt tudom, hogy Szabó Magda Ajtó című darabjában játszom egy szerepet. Ugyanúgy Kis József fogja rendezni, aki a Vitéz lelket rendezte. Várom, mert nagyon értékes előadásnak tartom, mert nagyon jó volt vele a munka. Én ma kezdtem el próbálni egy két személyes darabot az Intim térben. Katkó Ferenc rendezi, Tege Antal a partnerem, és az a címe, hogy Váratlan találkozások. Bernard Slow, azt hiszem, az író. És Brescianszky Boros Rozi. Igen, bocsánat, írta. Igen. Ez egy házaspárról szól, és ez számomra nagyon izgalmas kihívás, mert egy koromnál idősebb, három gyermekes elvált nőt kell játszanom a Tege Antal partnereként, aki az osztályfőnököm is volt, szóval ez számomra most kihívás és nagyon izgalmas feladat. Utána szintén Tege Antal rendezésében az Énekes Madárban leszek, és vannak külsős lesznek külsős munkáim, amikről még nem tudok beszélni, de szintén itt a Jókai Színház épületében egyenlőre ennyit tudok. Sok sikert az idei évadhoz, és még egyszer gratulálok az egész szerkesztőségünk nevében az elismerésekhez. Nagyon szépen köszönjük. Szépen. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni korábbi műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!